tisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim. Templom a templomban mondhatnánk erre a helyre, hiszen a természet templomában vagyunk, ahol felfedezhetjük Isten nyomait a teremtett világban, és itt a természetben van egy kis kápolna, amely kifejezetten is egy szenthez kötötten Szent Hubertushoz hirdeti Isten dicsőségét. Miután itt vagyunk kint a természetben, magától adódik, hogy elmékedjünk arról, ami egyre időszerűbb kérdésé válik a mai világban, a teremtett világnak a megóvásáról, hiszen ez égető szükségletté vált a mi korunkra már. Korábban a katolikus teológia legfeljebb, annak a erkölcstani része egy lábjegyzettel utalt arra, hogy az Isten teremtette világot óvni, védeni kell, de miután nem jelentkezett olyan égető szükségszerűséggel ennek a kérdésnek a megvitatása, és ennek a súlyos problémának, amit nagyon sokszorosan is az ember okozott, ennek a megoldása, nem foglalkoztak vele. De most arra oda jutottunk, hogy hatalmas disziplinája van már a katolikus és a keresztény kultúrában ennek a témakörnek. És ha csak arra gondolok, hogy néhány évvel ezelőtt a magyar püspöki kar szakembereket is megkérdezve egy kőlevelet adott ki, felelősségünk Isten teremtett világáért. Igen, felelősséggel tartozunk érte, és el kell gondolkodnunk azon, hogy Istennek mi volt a szándéka. Mert amikor megteremtette ezt a világot az Isten, akkor minden teremtett műnél oda teszi a megállapítást, és látta Isten, hogy jó. Ez pedig jó és szép, amit ő teremtett. És ugyanakkor a Biblia volt az, amely először felszabadította az embert a természet irányában, így mondjuk, hogy deszakralizálta a természetet. Mire gondolok? Vannak világvallások, ahol a teremtett füvek, fák, állatok majdnem isteni tekintéllyel vannak jelen a világban, és megbénítja az ember életét, nem lehet hozzányúlni a szentenyhéhez, sok minden máshoz, és egy földrész nyomorban él amiatt, hogy megbénítja a teremtett világgal való ilyen gátolt kapcsolata. És ugyanakkor, amikor az Isten azt a parancsot adja, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, ami miatt sokszor vádolnak bennünket, hogy szinte isteni parancsba adták nekünk, hogy raboljuk ki, egyáltalán nem erről van szó, mert ha valaki csak egyetlen lapot hajtana a Bibliában egy fejezetet, akkor az van benne, hogy Isten nekiadta a paradicsom kertjét az első emberpárnak, hogy védje és őrizze azt. Tehát a kettőt helyesen kell megtalálni, amikor védjük, őrizzük, ugyanakkor föl kell használnunk a saját magunk javára, hiszen az emberért, az teremtett Isten mindent ebben a világban, bármennyire is úgy tűnik, hogy mi olyan kis porszemek vagyunk. Mindaddig nem volt gond, amíg az ipari társadalom, hogy így mondjam, nem hagyta ott a nagy súlyos emberi lábnyomát ebben a világban. És az is elgondolkodtató, hogy mindazok, akik a természettel foglalkoztak mezőgazdaságban, állattenyésztésben, erdészetben, vadászatban, azok közül soha nem lehetett egy harcos, Isten tagadó csapatot kiképezni. Érdekes módon az ipari munkásságból ezt ki lehetett képezni. De miért? Azért, mert bemagyarázták neki, hogy te mindent meg tudsz csinálni. Mert úgy gondolta, hogy ha ő föl tud építeni egy házat, meg tud egy gépet alkotni, akkor ő a világnak az ura. És rá kell döbbennie
az ipari társadalomnak is, hogy mennyi veszélyt hagyunk itt magunk után kezdve az atomtemetőktől, az atomreaktorokon átjárt. Ez roppant kétélű a mi hatalmunk, mert egyszerre félni kell a hatalmunktól, és ugyanakkor büszkék is lehetünk rá. És ezért volt az, hogy az ipari társadalomból kerültek ki azok a gondolatok, hogy Isten és a vallás ellen fordítsanak embereket. Akik a természetben éltek, erre soha nem vetemettek, hiszen érezték azt, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk. Hát nem így van. A Föld egyik része már sivataggá válik az aszály miatt, a másik részén hurikánok vannak, vagy elönti a víz, egy nagy Kínát, ott van 1 milliárd ember, és tehetetlen. Nem tudunk mit csinálni. Ki vagyunk szolgáltatva, és itt meg kell éreznünk azt, hogy mi nekünk azért nagy alázattal kell Istenhez fordulnunk is, kérni azt, hogy adja meg nekünk azokat a javakat, amik életünk számára szükségesek. Tudjuk azt, hogy ez a földi lét nem a végső országunk és hazánk. Ezért is minden megpróbáltatás nem lehet végtelenségig a depresszióba sújtott állapotunk, mert van üdvösség. De kérhetjük az Istentől a levegő kedvező hőmérsékletét, mint ahogy a görög liturgia mondja, a jó termést, amiért imádkozhatunk, hiszen tel is tele van a Szentírás a teremtett világ dicséretével. Jézus Urunk ácsmester fia volt, de soha nem beszélt ipari hasonlatokban, pedig akkor is volt, az építészet is volt, és olyasmik, hanem mindig a mezőgazdaságból, a természet világából vette a hasonlatait. Mert azok örök témák. Az ipar az változik. A természet változatlan. Onnét veszi a hasonlatait, és hozzá kötődik a sok apró momentum az életében a teremtett világhoz. A pusztai megkísértés történetében van egy olyan rész, amit szinte nem is értünk. Amikor legyőzi a gonosz lelket Jézus, akkor azt mondja Márk evangélista, hogy Jézus vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Itt utalás van arra, hogy amikor Isten megteremtette a világot, az ember harmóniában élt a természettel. De miután elkövette a bűnt, utána attól kezdve, mint egy harc alakult ki a természet és az ember között. És Jézus visszaállította a gonosz lélek legyőzése után, ha csak rövid időre is, azt a rendet, amit Isten kigondolt az emberről. És volt még egy nagyon nagy szent a középkorban, aki igen hasonlított Jézushoz, még úgy is, hogy stigmatizált volt, megkapta Jézus sebeit Szent Ferenc, aki csodálatos naphimnuszába testvérnek, nővérnek, húgának nevezi az összes teremtményt, a gubiói farkassal szinte parolázott a legenda szerint, hogy ne bántsa az embereket. Nem véletlen, hogy éppen ezért Assisibe szokta meghívni a pápa a világvallásokat, illetve azokat, akik a természetért felelősséget éreznek, hogy menjenek oda, hogy Szent Ferenc szelleme legyen ő bennük is, amikor ebben a világban élnek, legyen bennük a megosztás gondolata, és ugyanakkor a teremtett világnak a védelme. Hiszen minden értünk teremtetett. Hihetetlen, hogy van egy olyan óriási világegyetem, aminek méreteiről fogalma sincs talán még a csillagászoknak sem, mert galaxist galaxist követ. És sehol ebben a belátható, általunk föltérképezhető világban nincsenek ilyen értelmes emberek. És arra már letettek, hogy majd megyünk a Holdra lakni meg ilyen dolgokat, mert azt gondolták, na majd oda kiköltözünk. Nem tudunk kiköltözni. Ez az egyetlen föld maradt nekünk, amit védenünk és óvnunk kell, és a körötte lévő világegyetem az ezt szolgálja, ezt a földet. Babicsnak van egy csodás verse a Zsoltár férfiangra, idéznék belőle egy részt. Tudod, hogy érted, történnek mindenek. Mit búzsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem,
benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet, s tengereket, hogy benned teljesedjenek, s korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Csodálatos költői megérzése annak, hogy ez a világ az emberért van, ajándékba kapta az ember. És ez nagyon elgondolkodható, hogy a napfölkeltét nem lehet privatizálni. Se a tenger hullámzását. Egy erdélyi növendékemet végigvittem a Balaton körül egyszer, és azon döbbentünk meg, hogy szinte nem mehetünk oda már a tóhoz, mert ki volt írva, hogy magánterület, magánterület, magánterület. Ez nagyon rossz így. De azért még a levegőt, a madarakat, a szép fákat nem lehet privatizálni. És abból ugyanannyi jut a szegény embernek is, mint a milliárdosnak. Nekünk teremtette az Isten. Megajándékozottak vagyunk, és felelősséggel kell élnünk ebben a világban. Kalocsai érsekek erről híresek voltak. Biztosan sokan tudják, hogy a Gemenc azért természetvédelmi területünk, de a kalocsai érsek nem engedte végigvezetni ott a vonat szerelvényeket. És megmaradt érintetlennek akkor. Hajnal bíborosó, 50 fűféle van elnevezve. Annyira szerette a botanikát, hogy utána tiszteletből is elneveztek róla növényeket. Szerette a kalocsai érsek a természetet. És magam is kapcsolatban vagyok vele, éppen neveltetésem és származásomnál fogva. Hála Istennek! És megjelent egy könyv a Gemenc történetéről, Gemenc életéről. Rádi József szakíró írt egy csodálatos monográfia, amiben azt írja, hogy azoknak írt, akik védik és szeretik a, természetet. Védik és szeretik a természetet. Mert Isten nekünk adta. Azt látjuk, hogy a világ nagyhatalmai, bármennyi eszük van, nem tudnak megállapodni. Lehet itt Kiotói konferencia, Riói konferencia, az önzésük miatt mindig belefullad a tárgyalás abba, hogy sok pénz, sok papírt elpazaroltak, dolga végzetlenül hazamennek, és minden folytatódik úgy, ahogy előtte. Ameddig ők is saját bőrükön nem fogják érezni. Mit tud tenni egy kis ember, kérdezhetnénk? Egy zöld mező zöld fűszálakból áll. Az ember egy fűszál talán, de a zöld mezőben van egy sárga fűszál, észreveszünk. Mindenkinek azt a fűszálnyi feladatot kell megtennie. És ekkor már megtette azt, ami kötelessége a természet irányába. Mondjuk érte mindig dicséretet és hálát ad Istennek, hogy nekünk adta. Gondozzuk, őrizzük, hogy az utánunk jövőknek is legyen miben csodálkozni, és legyen hasznukra. Hiszen Isten nekünk csak bérve használatba adta ezt a teremtett világot. És erről is el kell számolnunk, hogy hogyan sáfárkodtunk vele. Legyen ez a mai szentmise egy ilyen alkalom a köszönetnek, a hálának, a felelősség érzet felszításának, hogy Isten teremtett világát megbecsüljük, az ő szándéka szerint élünk vele, és megköszönjük úgy, mint azokat a javakat, amit nekünk adott. Oly szépen fejezik ki a szentmisében a kenyérnek és a bornak az imája, hogy fölajánljuk néked, mint a föld termését, az emberi munka gyümölcsét, mint a szöllőtő termését, az emberi munka gyümölcsét és a lélek italát. Ez a kettő már szinte önmagában szimbolizál mindent. Hogy ebben a fölajánlásban legyen ott, ami lelkünk, szívünk is szolgálja ez a mostani együttlétünk. Amen. Hiszek egy Istenben.